Bene Judit vagyok, 5 éve vagyok nyugdíjas, középiskolában tanítottam, könyvtáros tanár voltam, itt élek Újpesten, van 4 lányunokám, és hát miattuk érdekel ez az egész történet, hogy mi lesz, mert hát látom, hogy az iskolában problémák vannak. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretném az ajánlást, ajánlásomat kikérni. Férjemmel kint voltunk a piacon már délután, és akkor láttuk mi, hogy sok pultnál ott vannak még, de ezek a kis pártok, ez például ez a haza, és ezért nem tudom. És ott voltak a kutyások, és a férjem ötlete, vagy gyere, hát nem írtunk alá senkinek, írjunk alá kutyáiknak, legyen valami poén a dologba. És aláírtunk nekik. Hát olvastam a neten, és láttam, hogy hogy a Péter Falvinak aláírtak. Na most ez volt úgy, hogy ez tette bele a bogarat a fülembe, hogy Atyaisten, hát akkor itt nagyba mehet ez a dolog, ha már erre se vigyáznak, hogy a Péter, vagy nem tudják, hogy ki az a Péter Falvi, hogy ennyire sötétek, vagy pedig annyira nem érdekli őket, hogy már Péter Falvi aláírását is, illetve adatait is felhasználják. Egyszer egy piaci vásárlás után ott mondom, hát nincs semmi probléma, hát fölmegyek és kérem, hogy adják ide. Itt történt. Mondom, kíváncsi vagyok, hát semmi nem történik, hát ha én nem is gondoltam, hogy ez ennyire gáz lesz. Jó napot! A választási irodába lehet? Ott, igen, köszönöm szépen. És ma, amikor jött ki a nyomtatóból, azt mondja a hölgy, hogy hát azt mondja, ez elég. Nem is tudom, hogy mondta, hogy hát ez elég sok. És akkor úgy írtam, hogy sok, hát egy pártnak írtam alá, mi sok. És akkor megláttam, hogy ennyi, ó, mondtam, akkor ez durva. Köszönöm szépen. Hát ez elég érdekes, kérdezhetek? Persze. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan lehetséges. Én egyetlen egy pártnak írtam alá, hogy juthattak ki az adataim? Nem tudom megmondani, ezt nem mi ellenőrizzük, mi csak a névjegyzéki iroda vagyunk. Az aláírások útja nyilvánvaló, hogy van egy elsődleges algoritmus, hogy mi az ajánlóíveket odaadjuk a pártok meghatalmazott munkatársai, a pártok meghatalmazott munkatársai kiadják az aktivistáiknak, itt akár sok aktivistáról is lehet szó. Tehát több száz ajánlóívet elvittek, több tucat aktivistáról is lehet szó, tehát ezek az ajánlóívet saját hatáskörükben a saját felelősségükre töltik fel. A választási iroda berögzíti a rendszerbe, és utána még a választási bizottság látja, aki a pontot felteszi az íre, hogy megvolt az 500 aláírás. Tehát, hogyha én párttag lennék, a párttagsággal iratnám én először alá, mert az a leggyorsabb módja ennek a dolognak. És ez a rendszer is lehet sérülékeny, hogy úgy fogalmazzak. És hát innentől kezdve, hogyha nem is párt, hanem csak bármely politikai, vagy nem feltétlenül politikai mozgalom aláírásgyűjtés szervezett valamilyen oknál fogva. Nyilvánvaló, hogy arra a célra adta oda a személyes adatát. De az a személyes adat jogszerűen is megmaradhatott nála, meg jogszerűtlenül is megmaradhatott nála. Én rákérdeztem, hogy történt már ilyen, és akkor mondta, hogy hát igen, volt bent más is, és másnál is történt ilyesmi. Ugyanebben a választókerületben. Ugye bementem a rendőrségre, a rendőrségen azt mondták, hogy írja ki e-mailt. A jegyzőnek is küldtem egy bejelentést, igen. Hogy engem miért, hát nem tudom. Gondolták, hogy egy, mit tudom én, egy nyugger, egy öreg nyugger, hát nem fog ez. Most beleszaladtak. Hát most beleszaladtak, vagy nem tudom. Mert ez olyan durva dolog, szóval az, hogy tényleg az anyám neve, a lakcímem, a személyi számom, személyes adataim, hát bármit elkövethetnek vele, engem ez a dolog idegesít. Megmondom őszintén, én a két farkuakról nem feltételezem, hogy kiadták volna bárkinek, vagy odaadták volna. Nem az ellenzéki pártoknak adták oda, meg a Fidesznek adták oda valakik, nem tudom, hanem ezeknek a kamupártoknak.
haza mindenki párt, kell az összefogás párt, elégedett Magyarországért mozgalom, a mi pártunk, magyarországi cigánypárt, összefogás párt, Magyarországon élő, dolgozó és tanuló emberek pártja, oxigén párt, élhetőbb, boldog Magyarországért párt, hajrá Magyarország párt, tenni akarás mozgalom, net párt, és egyenlőség roma párt. Bármelyikről hallott már korábban? Nem, egyikről sem.